Jó estét kívánok! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják szerda este 19 órakor. Mutatjuk a mai nap legfontosabb híreit röviden. Újabb, több mint 2 kilométeres szakaszon újul meg a Hetényegyházi út. A családok napjainkban betöltött fontos szerepéről esett szó a mai A Család Jövője, a Jövő a Családban című konferencián. Hamarosan megkezdődik a Lánchíd utcai sport általános iskola felújítása. Újabb, több mint 2 kilométeres szakaszon újul meg a Hetényegyházi út. A mai napon megtörtént a munkaterület átadás-átvétele. A tervek szerint május első hetében kezdődnek a munkák, és legkésőbb július elején készül el a felújítás. Megújul a Hetényi útszakasz. A Sutós-Sori körforgalomtól Hetényegyháza irányába összesen 2,2 kilométeres szakaszon. A munkálatok a tervek szerint május első hetétől egészen legkésőbb július elejéig zajlanak majd. A mai napon megtörtént a munkaterület átadás-átvétele. A bejáráson elhangzott, a magyar kormány, Bács-Kiskun megye és Kecskemét számára is rendkívül fontosak az útfejlesztések. Ez az útfejlesztés beleilleszkedik abba a közlekedésfejlesztési koncepcióba, aminek a város is a részese és a város környéki települések. A város környéki település részek, illetve települések lakossága dinamikusan nő, ezért nagyon fontos, hogy a bekötő úthálózat megfelelő legyen. Ilyen ugye az 52-es út felújítása, az 54-es út felújítása és a mostani helyszínen lévő Hetényegyházi út felújítás is. Dr. Salasz László elmondta, több lépcsőben újult meg a Kecskemét-Hetény közötti útszakasz, és a mostani beruházással válik teljessé a Hetényegyházi út megújulása. Ez a felújítás nem csak a hetényiekhez szolgálja majd, ugyanis erre közlekednek a kerekegyháziak, fülöpháziak, kunadacsiak, kumbaracsiak és szabadszállásiak is. A 2,2 kilométeres útfelújítás során megtörténik az útpatka, buszablök felújítása, az árok tisztítás és a burkolati jelek felfestése is. Illetve ha szükséges, kicserélik a szalagkorlátot és a kereszttáblákat. Mint kiderült, először lemarják a régi útfelületet, és 2 réteg aszfalttal erősítik meg az utat, hogy szilárdabb és kopásállóbb legyen. A mai munkaterület átadáson jól látható volt, hogy a délelőtti órákban is folyamatos az autós forgalom az érintett szakaszon. A hetényiek száma rendkívül megnőtt az elmúlt időszakban. Most már azt úgy számolgatjuk, hogy 11 ezerre duzzadt föl, még 10 évvel, 15 évvel ezelőtt a 3500-at is alig ért el. Hát ez pillanatnyilag a legeslegfontosabb útvonalunk, ami összeköt minket a várossal. Nagyon bízom benne egyébként, hogy az új út is el fog készülni, az elkerülő út, de arra még egy picit várni kell, de ott is már megkezdődtek a munkálatok, de egyelőre ez a fő útvonalunk. A munkát a Duna Aszfalt ZRT végzi. Időszakosan lesznek félpályás lezárások, főleg az aszfaltozás ideje alatt és a felfestések idején. Ezekben az időszakokban jelzőlámpás és kézirányítás mellett haladhat a forgalom, de mint elmondták, igyekeznek az út áteresztő képességét minél inkább megtartani, figyelembe véve a forgalmi viszonyokat. Várhatóan július elejére teljes egészében befejeződnek a munkálatok. A családok napjainkban betöltött fontos szerepéről és a párok előtt álló kihívásokról is szó esett ma a Család Jövője, a Jövő a Családban című konferencián. Neves előadók és szakemberek beszéltek a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtárban ma délután az érdeklődőknek az értékről, amelyet a család jelent mindenki számára. A család szerepéről és az emberi társas létezés alapegységeiről hallhattak előadásokat és kerekasztal beszélgetést az érdeklődők a Család Jövője, a Jövő a Családban című konferencián ma délután. Az Alföld Idegenforgalomáért Alapítvány és az Út az Igazság és az Élet Alapítvány támogatásával létrejött konferenciának a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtár adott helyet. Szerintem nincs válságban a család. Főleg a magyar család nincs válságban. A mai nap célja, hogy lelkileg megerősítsük azokat a családokat, ahol nincs nagymama, vagy nagyon elfoglaltak a szülők. Léva Jánosné képviselő hozzátette, fontos, hogy az itt hallott értékekről a konferencia résztvevői máshol is beszélgessenek, a megszerzett tudást átadják. Akármilyen életkori szakaszban, akár mikor vizsgálják a párokat, a legalapvetőbb súlyponti, hogy van egy olyan kicsi mag, apa, anya és a gyermek, vagyis ez a bizonyos alapszerkezet. Ha van valaki, akiért felelősséget vállalok, mint szülő, akkor tulajdonképpen a boldogság biztosítva van.
Dr. Bogdián Vőke nyitó előadásában hozzátette, a család az élet továbbvitelének záloga. A család az a szeretet és az élet bölcsője. Onnan indul a szeretet és onnan indul az élet. És hát egyszerűen túlélés kérdése, hogy tanuljunk meg jól szeretni, és hogy legyen élet, legyen folytatás. A teltházas konferencia végén a résztvevőknek módja nyílt az előadókkal is beszélgetni, illetve számukra feltenni kérdéseiket. Hamarosan megkezdődik a Lánchíd utcai sport általános iskola felújítása Kecskeméten, írja a napi.hu. A megjelent információk szerint az intézmény 2,3 milliárd forintból újul meg, a beruházás kivitelezője pedig egy helyi cég, a horvát építőmester építőipari ZRT lesz. A munkálatok során az 5400 négyzetméteres, 24 tantermes iskola működni fog, a rekonstrukciók szakaszosan történnek majd. Szerkesztőségünk részletesebb információkat kért a projekttel kapcsolatban, ezek közlését jövő hétre ígérte a Kecskeméti Tankerületi Központ. Baranyi József születésének 90. évfordulója alkalmával állított emléket a Zrínyi Ilona Általános Iskola egykori legendás fizikatanárának. Kecskemét város öveges professzorának tiszteletére emléktermet és emlékfalat avattak. Az ünnepségre műsorral készültek a gyerekek, és eljöttek Baranyi tanár úr egykori kollégái is. Megható ünnepséget tartottak szerda délután az Zrínyi Ilona Általános Iskolában. A 90 éve ezelőtt született Baranyi József az iskola legendás fizikatanárának tiszteletére avattak emléktermet és emlékfalat. A rendezvényen elsőként Tóth Lászlóné intézményvezető mondott köszöntőt, felidézve a tavaly elhunyt pedagógus legenda életútját. Elmondta, Józsi bácsi 1970. szeptemberétől tanított matematikát és fizikát az Zrínyiben, sok-sok gyerekkel szeretette meg ezeket a tantárgyakat. Szenvedélye volt a fotózás, képei helyet kaptak a róla elnevezett emlékfalon is. 1972-től több diasorozatot is készített a fizika tanításához, 1980-ban pedig felkérték, fotózon illusztrációs képeket az új 8. fizika tankönyvhöz. A diákok műsora után a fizika tanításának 21. századi módszereit ismerhették meg az ünnepség résztvevői. Ovárdics Albert Zsolt, az intézmény jelenlegi fizika tanára mutatta be az iskola nemrég vásárolt okostáblájában rejlő lehetőségeket. A tanár úr a fizikai szemléltető eszközökből kiállítást is összeállított, amely a Baranyi József tanterem előtti folyosó falain látható. Július 1-jéig meghosszabbítják az üzemanyagra és az egyes élelmiszerekre vonatkozó árstoppot hazánkban. Mindezt ma délután a kormányülés után jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. A kormány úgy döntött, hogy július 1-jéig meghosszabbítja az üzemanyagra és egyes élelmiszeripari termékekre vonatkozó árkorlátozó intézkedéseket, jelentette be szerdán a miniszterelnök. Orbán Viktor a Facebook oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, egész Európában nőnek az árak, aminek elsődleges oka a háború, és amíg a háború nem ér véget, addig az árak nőni fognak. A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a családokat megvédje az áremelkedés következményétől, jelentette ki a kormányfő. Orbán Viktor szerint mindkét termékcsoport esetében meghosszabbítják az árkorlátozó intézkedéseket, tehát mind az üzemanyagára, mind a kiválasztott élelmiszeripari termékek ára július 1-jéig változatlan marad. Halálos baleset történt Kiskunfélegyházen, amikor egy kamionos elütötte egy kerékpárost. A Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint egy 14 éves kislány az áldozat. Tragédia történt Kiskunfélegyházen ma reggel. Egy 14 éves kislány vesztette életét, amikor biciklizés közben elütötte egy kamion. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint reggel 7:30 körül Kiskunfélegyháza belterületén, a Balcsi-Zsilinszky utca és a Csongrádi út kereszteződésében egy kamionos elütött egy kerékpárral közlekedő kislányt. A mentőszolgálat munkatársai hosszasan próbálták újraéleszteni a gyermeket, ám ő a baleset során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. Letért az úttestről és árokba hajtott egy kis busz Izsák térségében. A román rendszámú jármű egy jobb kanyarban sodródott át az úttest bal oldalára, az árokba hajtott, majd felborult. A helyszínre két mentőhelikopter is érkezett.
Letért az úttestről és árokba hajtott ez a kis busz az 5301-es úton Izsák térségében ma délelőtt. A román rendszámú kis busz Páhi felől Izsák felé közlekedett, amikor egy jobb kanyarban átsodródott az úttest bal oldalára, az árokba hajtott, ahol több fát is kitört, majd felborult, végül a kerekein állt meg. A szabadszállási önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével felnyitották a jármű hátsó ajtaját, és a kimentett sérülteket átadták a mentőknek. Elsődleges információk szerint 8-an utaztak a kis buszban, mindannyian megsérültek. A balesethez 2 mentőhelikoptert is riasztottak, az egyik egy súlyos sérültet szállított a kecskeméti kórházba, másik 2 súlyos sérültet pedig mentőautóval Kiskunhalasra vittek, a többi 5 sérült Kecskemétre került. A baleset körülményeit a kiskörösi rendőrkapitányság vizsgálja. Együttműködési megállapodást kötött a Kecskeméti Vadaskert, az Argosz Állatvédelmi Egyesület és a Bács-Iskun megyei rendőrfőkapitányság. Bár régóta jó kapcsolatot ápolnak a szerződő felek, ma szentesítették is az együttmunkálkodást. Bíznak abban, hogy a jövőben még több programban dolgozhatnak együtt sikeresen, az állatvédelemben, illetve a környezetvédelemben. 3 gyönyörű kutya és egy tigrispiton is részt vett szerda délután az Argosz, a Kecskeméti Vadaskert és a rendőrség sajtótájékoztatóján, amelyen együttműködési megállapodást írtak alá. Nem véletlenül, hiszen a szerződés célja, hogy még hatékonyabban tudjanak együtt dolgozni az állatvédelem terén. Elsőként Tokovics Tamás, a Kecskeméti Vadaskert igazgatója beszélt a szerződés jelentőségéről. Mint mondta, eddig is kiváló volt a kapcsolatuk a rendőrséggel és az Argosz Állatvédelmi Egyesülete, ezt most tovább fejlesztik, reménykedve abban, hogy újabb partnerek is csatlakoznak hozzájuk. Az együttműködés fő célja a környezetvédelem és a természetvédelem, hangsúlyozta Tokovics Tamás. Jászai Zoltán ezredes, a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság hivatalvezetője a sajtótájékoztatón kiemelte, számukra a flóra és a fauna védelme egyaránt fontos. Igyekeznek a társadalom minden rétegével szorosan együttműködni. Szabó Attila, az Argosz Állatvédelmi Egyesület elnöke bemutatta munkájukat. Elmondta, évente 3-4 ezer diák számára tartanak állatvédelmi előadást, igyekeznek eljutni a legkisebb településekre is. Elsődleges céljuknak tekintik, hogy felnőjön egy felelősségteljes állatvédő nemzedék, kialakuljon a helyes állattartási kultúra. Az együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírása után Tokovics Tamás körbevezette a résztvevőket a vadaskertben, majd az Argosz kutyás bemutatója zárta a programot. Már elérhető a Kecskeméti Médiacentrum gazdasági magazinjának a Híres Gazdaságnak a tavaszi száma, melynek középpontjában a járványválság mellett is fejlődő helyi gazdaság áll. 6 milliárdos logisztikai beruházás a déli ipari parkban, 3,8 milliárdos fejlesztés az ACPS-nél, hatalmas új raktárcsarnok a Nissin Foods-nál, olyan események, amelyek összecsengenek a hazai és térségi gazdaság COVID-válság utáni újraéledésével. A Híres Gazdaság tegnap megjelent tavaszi száma többek között beszámol a gazdaság visszapattanását jelző legjelentősebb helyi beruházásokról is. Számos érdekesség is található a friss magazinban. Összeszedtük például a formálódó, megújuló energiára támaszkodó városi energiaközösség tényeit, vagy az önvezető autók fejlesztésének aktualitásait. A Híres Gazdaság egyéb terjesztési pontok mellett térítésmentesen elérhető a Kecskeméti Médiacentrum székhelyén a Szabadságtér 2 szám alatt. Idén ismét lesz városi majális Kecskeméten. Utoljára a pandémia előtt 2019-ben rendezték meg az eseményt. A helyszín ezúttal is a Benkó Zoltán Szabadidőközpont Tó Hotel felüli oldala. Lassan teljesen elkészül a Vidán Park a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban a városi majálisra. Ugyanis idén ismét megrendezésre kerül az esemény, amelyet most is a Szabadidőközpont Tó Hotel felüli oldalán látogathatunk majd meg. 2019-ben a pandémia előtt tudták a szervezők utoljára megszervezni a majálist. Egésznapos programok várják majd a látogatókat május 1-én vasárnap, reggel 9-től egészen este 21 óráig. Reggel 9-kor nyílik a kapu, és akkortól kezdve a Vidán Park és a vendéglátó egységek folyamatosan üzemelnek, illetve az egész napos zenei aláfestést DJ Sasa biztosítja. A hagyományos tavaszköszöntő felvonulás 10 órakor fog indulni Kecskemét főteréről, a 0 km kültől, ahol a Kecskemét Tánc Együttes tagjaival, illetve a Hegedűs Együttessel közösen fogunk kisétálni ide a Szabadidőközpontba. A következő program a helyszínen
a szintén hagyományos májusfa tánc lesz, amelyre nagyjából 3/4-11 körül kerül majd sor. Ezt követően a Magyar Honvédség fog majd bemutatót tartani. Lesz majd gyepsó és térzene. Az idei év különlegessége, hogy 3 zenekar is fellép. A következő programunk már a színpadon lesz, 1:30-tól a TST Tánstúdió fog egy előadást tartani nekünk, majd ezt követően 3 órától különböző koncertekre kerül majd sor. 3 órakor elsőként a Kecskeméti Inverz együttes fog zenélni, 5 órától a Kultúrkör, este 7 órától pedig a No Sugar. A kisebbek számára idén is lesz gyermekzsibongó, ahol cirkuszpark, kézműves foglalkozások és gólyalábasok várják a látogatókat. A Szabadidő Központ egész területére május 1-én vasárnap a belépés ingyenes. Részletes információkat a Szabadidő Központ oldalán találhatnak. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer röviden. Újabb, több mint 2 kilométeres szakaszon újul meg a Hetényegyházi út. A munkálatok a tervek szerint május 1. hetétől legkésőbb július elejéig zajlanak majd. A családok napjainkban betöltött fontos szerepéről és a párok előtt álló kihívásokról esett szó a mai A Család Jövője, a Jövő a Családban című konferencián. A rendezvény dr. Bagdi Emőke nyitó előadásával kezdődött. Hamarosan megkezdődik a Lánchíd utcai sport általános iskola felújítása. Az intézmény 2,3 milliárd forintból újulhat meg, a beruházás kivitelezője pedig a horvát építőmester építőipari ZRT lesz. Július 1-ig meghosszabbítják az üzemanyagra és az egyes élelmiszerekre vonatkozó árstoppot. Az árkorlátozó intézkedés folytatását ma délután jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Önök a híros híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk a kiemelővel. Mai magazinunkban először bővebben bemutatjuk, milyen volt a család szerepéről szóló mai konferencia. Ezután beszélgetést láthatnak Gáspár Ferenccel, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bácsiskun megyei szervezetének elnökével. Végül láthatják, hogyan őrizhetjük magunkban sokáig a feltámadás örömét húsvét elteltével. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a címe híros.hu. A híros híreket 21 óra 15 perckor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 órakor ismételjük meg. Ezen kívül a kecskemétitv.hu weboldalon bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, én köszönöm a ma esti megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, tartsanak velünk holnap is, viszontlátásra! Csütörtökön általában gomoly felhős idő várható, több órás napsütéssel, a szelet többfelé erős széllökések is kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 20, a csapadékos keleti tájakon 13 és 16 fok között alakul. Pénteken napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, a szél időnként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban többnyire 2 és 7 fok között alakul, délután 15-19 fok lesz a jellemző. Szombaton gomoly, illetve fátyol felhőkre számíthatunk, csapadék nem valószínű, a szél időnként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 2 és 7 fok között alakul, délután többnyire 16-22 fokot mérhetünk.